miért zavar titeket, hogyha rátok szólnak egy tetoválás, vagy piercing, vagy a műköröm miatt? Nekem mindegyik van, ezért hát eléggé magamra tudom venni, főleg ha egy tanár mondja ezt, hisz szerintem ezzel lehet kifejezni az egyéniségünket. Nekem ugye a körmöm miatt szóltak, és így magamra tudom én is venni. Az egyházi iskola szigorúban vesz ilyen téren, már vallásos is, de attól függetlenül nincs köze a kettőnek. Például van egy hívő ember, és lehet, hogy neki ki van festve a haja, tele van tetoválva, de például lehet sokkal jobban hisz az ilyen dolgokban, mint mondjuk aki apáca ruhában van felöltözve, meg nincs így vele semmi. Nem feltétlen a külső, ami igazán számít, hanem hogy belül mennyire hisz ő valójában. Igen. Igen. És milyen eszközei lehetnek a fiúknak az önkifejezésre? Mi is befeshetjük a hajunkat. Például. De te nem fested a hajadat. Nem. Számít az neked akár férfiként, fiúként, hogy egy lányoknál van-e tetoválása, vagy nincs, akár kizárók, vagy pont, hogy akár egy pozitívum lehet a számodra? Hát normális keretek közt azért úgy el tudom viselni, de nem túl nagy pozitívum. Hogyha nem mondjuk rózsaszín a haja, az úgy normális, de ha nem mondjuk ekkora a műkör, mert így, az még viselhető, de ekkora azért az már kicsit túlzás lenne, meg hogyha szét van tetoválva mondjuk 17 évesen. Tehát akkor azt gondolod, hogy tartózkodjunk a szélsőségektől, és bizonyos kereteken belül minden elfogadható tulajdonképpen. Igen. És nektek van valamilyen preferenciátok, hogy a fiúknak legyen tetoválása, vagy ne legyen tetoválása, vagy egyáltalán számít ez bármiben is? Valószínű egy, mondjuk egy rózsaszín, vagy egy neonzöld hajú fiú, hát valószínűleg eléggé feltűnéskeltő lesz, és nem biztos, hogy minden lánynak vagy nőnek ez az esete. Mit szeretnétek üzenni ezzel akár a világnak, akár az osztálytársaitoknak, az iskolának, vagy a városnak azzal, hogy ilyen tetoválás, vagy bármilyen piercing van rajtatok, vagy valami külső jegy? Hát én a körmöm színével éppen a hangulatomat tudom úgymond kifejezni, mert hogyha sötétebb például a körmöm, akkor nincs annyira jó hangulatom, de hogyha meg egy világosabb színűt választok, akkor meg úgymond már várom a jobb időt. Lehet ugye emlékekről, vagy esetleg van, aki traumákról csinál tetoválást is, hát ez is lehet egy jó üzenet. És mi lehet az üzenet annak, hogyha mondjuk valaki pontosan tisztában van a szabályokkal, de csak azért is feltesz egy jól látható orrkarikát, vagy egy nagyon látható helyre tetováltat magára valamit, ennek mi lehet az üzenete? Nem érdeklik a szabályok. Nektek volt ilyen valamikor, amikor tisztában voltatok egy szabállyal, de csak azért is az ellenkezőjét csináltátok? Hát nekem volt az öltözettel. Mondjuk evangélikus iskolában ugye haspólót nem nagyon lehet felvenni, de hát én volt, hogy ezt a szabályt megszegtem, már csak azért is. Hát én alapból lázadó típus vagyok, és szeretek vitatkozni is. Aztán, ha én valamit gondolok, akkor általában mindig kiállok az igazamért, vagy a gondolataimért, és hát igen, ezért történt ez is. Miben szeretnétek enyhítést akár, hogyha lehetne javasolni az iskola vezetése felé, vagy az egyház vezetése felé, hogy mi az, ami szerintetek már nem releváns ebben a kérdésben, mi az a szabály, vagy szigorítás, amint ti enyhítenétek akár egészen konkrétan? Például öltözködés. Pontosabban. Hát, hogy haspóló, meg hogy rövidebb nadrágot például nyáron nem egy térdig érő nadrágot felvenni. Amúgy ezzel a rövid nadrágos témával így én is egyetértek, mert hogy nyilván nem a legvégletbe kell esni, de hogy egy ilyen normálisabb rövid nadrágot fel lehessen venni, hogy ugye kényelmes legyen, meg ne legyen melegünk. Igen, én is azt gondolom, hogy alapvetően a külső az egy fontos dolog, mert egy emberben azt látjuk meg először, az, ami alapján talán ítéletet hozunk, amit nem is biztos, hogy kéne, de igazából valójában az számít tényleg, amit ti is mondtatok, hogy belül mi van benne, hogy ő ugyanúgy lehet hívő ember, és mi lehetnek mély gondolatai, mély fájdalmai, mély örömei, mint bárki másnak, mint annak is, aki öltönybe jár, és szép nyakkendőben. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy sem a hit, sem pedig az, hogy valaki milyen ember, nem attól függ, hogy hogyan néz ki külsőre.